Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. Retrozabálók, az MD Media idéző podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Paralaxis Retroverzumban, ez itt a Retrozabálók negyedik része, a mikrofonnál Gizur Gergő. Mielőtt belevágnánk bármibe is, üdvözők mai két beszélgető társamat. Elsőként köszöntöm Farkas Katalin Milát, szia Mila! Sziasztok! És persze Magyarorsi István, szia István! Sziasztok! Ma a játékokról és a szórakozásról, társasjátékokról a 90-es években fogunk beszélgetni, és nyilvánvalóan talán megint kicsit összevetjük itt a boomerek, hogy vajon régen minden jobb volt-e vagy sem. Úgyhogy rögtön szerintem kezdjük is a, a, a játékokkal, hogy nektek akár gyerekként vagy fiatalként milyen emlékeitek van, a mivel játszottatok, mi volt az, ami úgymond a szórakozás volt. <laughs> Ez eléggé megoszlik nálam. Mivel ugye a 90-es évek elején még nagyon kicsi voltam, és a 90-es évek végén meg már 10 fölött, tehát hogy ez nekem nagyon megoszlik, hogy mivel játszottam az elején meg a végén. Az nagyon jó, mert akkor egy nagyon széles spektrumot tudsz most mondani. Igen, ez jó. Hajt. Ugye, ugye, ilyen király. Úgyhogy a nagyon kiskoromról nyilván nekem annyira nincsenek emlékeim, de főleg ott ilyen mindenféle. Ami, amiről van, hogy ilyen nagyon sok ilyen pónim volt, ilyen műanyagból, ilyen gumiból, nem tudom, mikből csináltak, volt, csináltak mindenfélét. Mi ami mozgatható, meg ami nem. Úgyhogy nekem ilyen kész, ilyen kis lógyűjteményem volt, imádtam a pacikat, meg gondolom azért, mert volt én pici póni akkoriban a Szív tv és biztos, hogy valahonnan onnan jött az ihlet, meg akkoriban sok ilyen lovas műsor volt, ilyen mindenféle filmekben, úgyhogy szerintem ez onnan jött ez a Lománia. Úgyhogy tudja, hogy az elején ilyesmikkel játszottam, aztán később, én sose voltam egy nagyon barbizós, de volt barbim is, mint minden kislánynak. megmondom a kisüknek is volt. <laughs> <laughs> nekem, nekem kimaradt a barbi, megmondom őszintén. De igazi barbid volt? Egy, egy igazi barbim volt, és ennyi. Tehát ő nem volt ilyen 80 féle, mindenféle, itt úszik, ó, így lovagol, mit tudom én. Egyetlen egy barbim volt. és De az, az akkor történt. igazi, az a, az a Matel féle. Az a Mateltől volt, igen. Az igazi a Mateltől. <laughs> igen, az onnan volt. Sőt, még, még ilyen autó is volt hozzá. Ez a lakókocsi féle autó, Ez Nekem még az is megvolt de ezeket azt szerintem még eredetiben vettük, aztán még talán valakitől megvettünk egy barbi házat már így használtan, és akkor volt ebben egy ilyen lift, <laughs> úgyhogy ezekre így emlékszem, ezek meg voltak, be me volt bútorozva, az nagyon jól el voltam, de, de, én inkább ilyen építgetős típus voltam, nagyon szerettem kockákkal építgetni. Legum nem volt. Mindenkinek volt legója, nekem ne, egy deka legum nem volt, pedig tök jó lett volna. Dupló sem? Az, a, az, volt. Ilyen, ilyen, ilyen az az ilyen sok-sok apró tű, ilyen tűből álló. Ja, az nem, az nem dupló. A dupló az, tudom, mi... a, dupló, nem, a, dupló az a, nagy legó. Az a nagy legó még a, a kisgyerekeknek volt, amit nem, nehezebb nem lenyelni. Aha. Le igen, tudom, hogy mire gondolsz most így, de nem, nem, az se volt, szerint nem is láttam ilyet szerintem, amikor gyerek voltam, hanem ezek ilyen, ilyen apró mini ilyen műanyag tűbből voltak össze, és azokat lehetett így összepasszintgatni, és kicsit legóhoz hasonlóan A működött. szurkálós, igen. igen. szurkálós igen. volt. Na, én, én az is voltam, aztán meg pólipoket, de ez már kicsit később volt, hogy ennyire nem akarok bemenni. Hú, de a... hogy nem? Na mindenképpen. Majd, majd később, figyelj, később. Jaj, Ja, később. De később <laughs> Jó, szívesen. Tehát akkor, tehát, akkor... még a nagyon korai szakaszról beszéltünk Igen. csak most. Nem akartam uh, előni az összes poént. A, a Barbit azért kérdeztem vissza, és aztán utána István fog, Istvánnak, uh, Istvánnak, uh, Istvánnak, megkérdezi, csak azért kérdeztem, mert a, a, emlékszem, hogy én nem, nekem nem nagyon volt Barbie-m, sőt egyáltalán nem, de ugye nekem volt lánytestvérem, és uh, tudom, hogy ő, az ő révén tudtam, hogy volt ugye a Barbie, az eredeti, az a Mattel, amit beszéltünk, viszont az voltak úgymond ezek az után gyártottak, és nem hiszem, hogy azt úgy hívták, hogy Petra Baba, vagy Petra Barbie, vagy mi a bánat, ami Barbie volt, de mégsem, tehát nem volt ugyanaz az anyaghasználat, stb., de hát ez mégis csak, hogy az a, az a teszkós Barbie, hogy így mondjuk. Nem, én azt szerintem gyerekként nem láttam, nekem egy volt, az a tök jó áll voltam, meg egy Ken, tehát hogy egy, egy lány, meg egy fiú, volt, volt, Ken, volt is. Ken is, volt egy Barbie, meg egy Kenem, tök jó áll voltam. <laughs> nekem nem volt Barbie, de nem... Csalódtam. És, és, itt rácsatlakozok a Legóra. Legóm se volt, de, de ez egy nagy szívfájdalom volt, viszont nem is volt. Egyetlen egy ismerősöm volt, ott 5 8 között, tehát ez a 14 éves koromig, egyetlen egy olyan embert ismertem, osztálytárs, baráti társaságban, akinek volt egy darab kis Lego autója. Tehát, hogy a, nálunk ez nem volt, nem volt egy el, elterjedt dolog a Lego, és rohadtul így voltam rá, tehát nagyon tudtam irigykedni, hogy neki van egy legója, és akkor ő néha-néha, amikor -néha, ott náluk jártam, és ott együtt játszottunk, akkor azt úgy hozzá és ez egy ilyen nagy, nagy trauma volt nekem, nagy volt, és ezért van az, hogy ott a, a hátam mögött is, hogy látszik, ilyen benga nagy legókban élem ki ezt, ezt a... Az legó? Igen, az egy legó titanék, igen. Uh, igen, az ott de egy me... legó Akkor most bepótolod, mögött. akkor itt később. Igen, igen, tehát nagyon, nagyon sok ilyen túlméretes legó dologgal kényeztettem idézőjelbe magam így a felnőtt koromban. Valószínű ez innen ered, hogy ezt nagyon, nagyon szerettem volna akkor. De hogy a legeleire visszamenve, tehát én már tíz éves voltam, amikor az egész kezdődött, az egész 90-es évek, úgyhogy nem annyira kicsi voltam, de hogy végigjártam tulajdonképpen ezt a, ezt a boomer rang, hogyha ha lehet így fogalmazni a játékok terén, tehát kezdve az ilyen faépítő kockáktól, tehát hogy ilyen várat meg mi egymást lehetett építeni fa, kockákból, tehát volt ilyen kis henger, alak, meg volt ilyen boltív jellegű, meg volt ilyen sima hasába, akkor abból kellett kreatívkodni különböző színekben, és nagyjából ebben kimerült az építkezés, tehát legóról, semmi hasonlóról. Akkor így nem, nem találkoztunk ilyenekkel. Klasszikus ilyen kis fröccsöntött műanyag autócskák, fa, nem is fa, már volt uh, viszonylag fiatal koromban, viszont kisvasút, ilyen elektromos kisvasút. Ó, azok volt, mi a voltak, Azt, azt nagyon Isten. szerettem, és ilyen, jó, nem távirányítósa, hanem ott ugye a sinekhez hozzá volt köte valami, de azt nyomtad a gombot, akkor az ment körbe, ment, mint, mint a, a bolond, tehát hogy az, az egy nagyon jó dolog volt. Nekem voltak ilyen uh, fiú lévén kiskatonák, ez a fröccsöntött nem túl jó minőségű, ilyen kellemesen sorjás volt, nem túl sok részletet tudták kivenni. Azok a lovagok, nem? Ö, nem, nekem ilyen nekem klasszik katonáim voltak, tehát én ilyen, ilyen világháborús, második világháború ja. utáni katonák, tehát ez a, ez a sisakkal, gépfegyverrel, ilyesmivel. De menő. Bazinás zacskó volt benne, vagy száz katona, és összesen négy fajta azt hiszem volt benne, tehát hogy nagyon, nagyon erősen uh, repetitív volt, és nem voltak se szépen kidolgozva, se festve, tehát ilyen, ilyen nem, nem, is tudom, ez a, ez a military zöldbe volt pompázott mindenki, de azt én nagyon élveztem, hogy azokkal szépen két hadseregre bontottam őket, volt egy bunkerem, még emlékszem gyerekkoromban, egy ilyen íróasztal alá tulajdonképpen, amit használtam a tanuláshoz, annak a, az a falhoz volt téve, és akkor a külső részéhez pedig egy takarót így felfogtam, és koda szépen be tudtam menni, mikor már nem kellett tanulni. Ez volt egy ilyen délután ilyen elvonulós, magamban játszós hely, és akkor ott pent lehetett építgetni a kis katonákkal ide-oda, elhelyezgetni, hogy melyik honnan mit csinál, és akkor ilyen szimulált öldöklésbe, öldöklésbe fogni. Úgyhogy az elején ez volt, tehát, hogy ezek voltak a, ami, ami, ami ilyen típusú játék. Tehát ez a, azt mondanám, hogy a klasszikus, a dolgok. Babázás az nekem valahogy kimaradt, nem is értem miért. Pedig biztos kettem másokra, akik csinálták. Házam se volt, tehát hogy semmilyen ilyen babaház vagy ilyesmi jellegű, pedig azt is szerintem élveztem volna a katonáimmal így feldúlni. Szia, gondoltam, ro rombolni. <laughs> lett volna ilyen, ha más nem ilyen túlszmentő akció, vagy valami biztos lett volna, de nem, nem volt ilyen, ilyen házikó történet. De ma a kisvasút az nagyon bejött, meg utána későbbiekben a, 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 társasjátékok, majd biztos kifejtjük bővebben, de ott, és ott mondtad ezt a, ezt a hamisítottat, hát nálunk csak olyan volt, tehát ugye a, a Monopoly monopoli volt a, úgymond egy ilyen mint, a, mint a kép, hogy na ilyet kéne az embernek. Én nem játszottam Monopoly-t, szerintem majd valamikor egyetemista koromban találkoztam igazi monopolival, addig csak ilyen utánzatokkal. Európoli, meg ilyen, ilyen fantázia nevekkel ellátott szépségekkel. Úgyhogy itt is divat volt. Szerintem a Barbinál is tuti, hogy ugyanez volt, hogy, hogy nagyon sok ilyen utázat, hamisítvány jellegű, és eredetit nagyon ritkán lehetett kapni, de abban nem voltam érintve, ott nem tudok sokat hozzátenni. És matchboxok? Ugye klasszikus kis autók? Utázat, matchbox utánzat. A Aha. matchbox is egy, egy márka, ha jól emlékszem. A bizony. Nem volt, tehát ami igazi fémből, és olyan masszív, és olyan kidolgozott olyan nem, hanem annak az ilyen lebutított, inkább műanyag két, két ütközéstől szana szétrepülő, kerekei leesnek, tehát, hogy ilyen, ilyen stílusú dolog, az volt ilyen kis autó. De nem matchbox, tehát az nem. A ja, matchboxokat, meg ami, ami, ami mindig az ilyen jobb kis autók, azok mindig onnan, volt egy tesztünk, hogy honnan lehet kideríteni, hogy az a matchbox az tényleg matchbox, nem csak szó, hogy ráírják, meg hogy milyen minőségű. A következő nagyon egyszerű primitív teszt volt, letetted az asztalra a kis autót, megemelted a hátsó oldalát, és elejtetted itt, tehát nem ledobtad, hanem csak kicsit megemelted, hogy hogy rugózik a kereke. És hogyha jól rugózott elől hátul, akkor az egy jó matchbox volt. Ha nem rugózjottól, akkor az egy rossz matchbox volt. Ez ilyen, így működött. De tényleg a jó matchboxok azok annyira szépen pattantak vissza az asztalra, nem ez az egy koppanás, azt hello, meg nem tudom, hanem benne volt egy Ilyen nem tudom elmondani, tehát így meg tudnám mutatni a hangját. Uh -huh. De mi ezt rendszeresen néztük, hogy na most akkor ez jó vagy rossz, ez most jó vagy rossz. Bennünk fel sem erült, tehát mi láttuk szemre látszott, hogy ezek nem matchboxok, amivel. Igen, nekünk. de találkoztunk sokfélével, tehát hogy. De a matchboxok között is volt különbség. Némelyik nagyon jó volt, és ha belegondoltok, most például mondtad, a kisvasutat valami veszélyesen éltünk, hát mi ott konkrétan árammal játszottunk végig. Igen, igen. És nem haltunk bele. Tehát ott, ott, azért, ott bele, emlékszem, hogy a kis vezetékkel, ugye volt ez a kis adapter, amivel lehetett tekerni, ugye a hangerőnek hívtam, de igazából azt, hogy mennyire menjen gyorsan a vonat, és az bele kellett vezetni egy kis, két kis dróttal a sínbe, abból az adapter. Eljutottam hát, 220-szal ment szerintem, tehát maradjunk annyival. Nem, nem, annyival ment, de én, az, én, azért voltam olyan kísérleti alany, én azért, én, én azért megrázottam vele magam, megnézem milyen. Tehát ott, ott azért vigyá, vigyázni kellett, viszont, és emlékszem, hogy az én kis mozdonyom, ami nekünk volt, az belül folyamatosan szikrázott. Hát az akkor jól meg volt csinálva, ilyen élethűre sikeredett, akkor azt úgy mondanám. Hogy... De figyelj, ment, mint a golyó. Tehát ráküldtem a full sebességet, és úgy ment, hogy ha nagyon éles volt, hogy hirtelen a kanyar, akkor repült tovább. Úgyhogy... De itt a veszélyes életről beszélünk, ott nekem van ilyen emlékem, hogy mi, nem tudom, hogy nálatok ez volt egy divat, ez téged kérdezlek inkább, Gergő, mert fiús történet. Nálunk volt ez, a, a, amikor szabadban játék, tehát csapatosan, és akkor ilyen papírból csinált, nem ilyen papír hanem ez a, hogy mondjam neked, tehát ilyen hú, pár, pár centi át, két-három centi átmérőjű műanyag cső, amiben mondjuk villanyvezeték megy, de ilyen merevcső, és akkor abba ilyen feltekertünk papírt, abból lakítottunk ki egy... Köpőcső vesztetek magyarul? <laughs> de nem köpőcső, mert, mert mondom, nem, nem papír galacsinról beszélünk, uh -huh. hanem, és ezt nem tudom, hogy hogy mutassam, vagy meg tudom mutatni. Hát kedves hallgatóknak mondom, hogy most jelenleg István, itt, itt kreatív itten, most. Igen, valamit csinál, és nem is, még csak a, kamerába. <laughs> It itt, valami kreatívkodás történik. Hát valami, valami, hasonló forma, csak még vékonyabbra csinált, ez ilyen papír. Kis trombita-szerűség. Olyan, mint egy Igen, ezt, ezt Sokkal vékonyabbra volt csinálva, ez belemegy a csőbe, és Igen. ki tudtad fújni. Tehát nagy erővel és nagy távolságra lehetett ezeket kifújkálni. Nem tudnék rámondani most egy szakszót. Tehát ezzel, ezzel komoly távolságokat lehetett, tehát hogy ilyen 20 méterről le tudtad lőni a másikat. Papírrakéta. És ez is fújkálással ment, csak, csak mondom, nem egy ilyen picik és golyócskát, hanem egy ilyen kis lövedéket tudtál csinálni rendszeresen csak úgy simán megcsináltad, de hogyha nagyon izék akartunk lenni, akkor ide a végébe szépen lehetett egy tűt beilleszteni, tehát egy varró tűt, és azzal lövöldözni. Tehát úgy már biztos beleállt a másikba. És akkor ezzel ment a, a csata tulajdonképpen lent a, lent a tömbház körüli izében. Két, két csapatra oszlani, és akkor nem tudom, ez a Mondjuk azt, hogy a paintballnak, vagy az airsoftnak egy ilyen, ilyen nagyon erős előfutára volt. Hát ez a tesco airsoft. Igen, de mondom, mint amikor tüket tű, tű, tettünk ezekbe a lövedékekbe, akkor viszont kellően, kellően izé tudott lenni. Um, Jó, az már durva. Kellően veszélyes tudott lenni, de még úgy is, ha nem volt benne tű, ha sikerült szemellőd a másikat, vagy közel, akkor ott is komoly sérüléseket, vagy fülön, tehát, hogy ilyen, ilyen helyeken és volt persze itt, tehát azért próbáltuk célozni a másikat, és meg tudtuk csinálni ilyen fegyverformájúra, Mindjárt próbálok keresni majd egy képet, legalább a többieknek el, el tudjam küldeni, hogy ez, ez mit jelentett nálunk. Tehát ilyen komoly fegyverfolymáról lehetett csinálni ezeket a... Ezeket videót a keres. Söveket. De úgy, hogy, ahogy, ahogy ti játszotok, olyan videót tudod. Hát az akkor lenne valami, hogyha az 90 években ezt valaki le a szülő, a szülők tudtak erről egyébként? Tehát ők erről... Tisztában voltak ezzel, hogy tűvel... bevet bevett szokás volt. Tehát tele volt, tele volt ilyen lövedékekkel a, a, a tömbházak körül. Tehát ott a játszóterek meg ezek tele voltak. Tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon általános szokás volt. Legalábbis ott nálunk Romániában ez egy nagyon bevett játék játék volt, uh, ilyen csapatos, egymásra lövöldözős játék. A tű az persze nem volt mindig benne. Egy, hogy nem tellett annyira, tehát papírból könnyű volt viszonylag sokat a legtöbb füzetem az így végezte, amiben éppen nem írtam, vagy nem kellett. Pont egy A5-ös füzet méretből lehetett, mert ez azért volt ilyen túl nagy, mert A4-es papírból próbáltam itt hajtogatni. Egy, egy kisméretű füzet labból pont tökéletes méretű ilyen, ilyen lövedék. lövedék jött ki. Igen. És a tűtől nem sérült meg senki. Úgy komolyabban. Ó, hát komolyabban nem, szerencsére Aha. nem volt nálunk ilyen. Nem volt. Haláleset nem tört. Nyolc napon túl gyújuló, az befütött, de... A, az nem, nem hiszem, nem. Hát azért most anna beléd áll egy tűpár centire, a bőrödben nem élvezed, de hát kihúzod. Gyerekként fel sem fogod igazából, persze. szerintem, persze. amikor nyomod. Te is mi jó... Milla, neked valami veszélyes dolog? Tehát ilyen... Valami veszélyes játék? Igen, mert ugye, ha belegondoltok, ugye ma már, ma már ezek tök horrornak tűnnek, tehát ugye nézitek a reklámokat, mindent, hogy ugye, gyakorlatilag tényleg mindentől kell óvni a gyereket, mert a ja Istenem, és hogy tényleg mi így hogy neked volt-e valamilyen, ami most így utólag belegondolva, micsoda állatság volt? Nem, ilyen veszélyes játékaim nem voltak. Volt volt ilyen vasúta mint neked, de nekem az csak körbe ment egy ilyen ovális körben, és abban is volt. De áram. De áramos volt, az... Aha, az is olyan. Az volt. is áramos volt, és belül ugyanúgy világított, tehát voltak belül fények, mint mintha felkapcsolnák a villanyt a vasútban, tehát ugye a vagonokban. Vá, több vagon. Az, az nagyon menő volt. Több vagon volt egy, egymás mellett vagy mögött, és akkor volt még egy. Megvan még? lehet, hogy megvan még valahol elrejtve, nem tudom, egy rakat ilyen cuccom megmaradt még gyerekkoromból elsubasztva, de majd akkor feltúrom. <laughs> de, de, én nem, 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 hiszem, hogy egyedül játszhattam ezzel, mert amikor nekem ez volt, akkor én szerintem ilyen 5-6 éves lehettem, nagyon kicsi voltam, úgyhogy biztos nem hagytak vele egyedül. Viszont nem, nem emlékszek olyanra, ami nagyon veszélyes volt, lett volna, ami ilyen csoportjáték volt, és én imádtam, az, az nálunk a számháború volt. Én azért odáig voltam meg vissza de abban nem volt semmi veszélyes. Tehát maximum az, hogy valami olyan helyre bújtál el, onnan többi nem tudtál előjönni, vagy lemászni onnan, vagy kimászni, de nem, nem voltak ilyen extrémebb veszélyes játékaim, szerintem. És ez a számháború, ez valami iskolai program keretben, vagy, vagy, vagy ez ilyen abszolút szabadidőben barátokkal? Ezt, ezt abszolút szabadidőben barátokkal, de volt, volt, hogy ilyen táborban, játszottuk ezt egyébként nyilván ugye a ha minél több gyerek van, meg hogyha minél nagyobb a, zöldterep, osztálykirándulásokon sincs játszottuk, nem tudom, nem is, nem is ismeritek? De én ismerem, de, így, de, de, gyerekkoromban mi sosem szállháborúztunk. Mi se, tehát ez tipikusan csak ilyen amerikai filmekből ezt is ott, ott, láttam. Igen. Tényleg? De én felnőtt koromban sem, tehát hogy életemben egyszer se jutottam oda, hogy szállháborúztam. Én sem. Én sem. Fú, nekünk kellett, és imádtam. Mármint, hogy így, így tényleg ilyen osztálykirándulásokon mi ezt bevezettük, meg, meg táborokban is szerintem így kitaláltuk többen, és akkor ilyen 30-40 gyerek egyszerre tudott számhálval tök menő. Ez tök durva, hogy teljesen három különböző sztori, tehát hogy te például mire beosztod ezt a számháborút, amit, amiről tényleg én is, hogy Isten, hogy a filmekből ismerem, meg tudom, hogy van, meg tudom, hogy miről szól, de gyerekként egyszer se találkoztam vele. Vagy nagyon-nagyon-nagyon nem voltam magamnál, amikor ezt kellett nyomni, nem tudom. Kell egy terep hozzá, tehát hogy azért ezt nem tudom, így, így házak, mellett nem nagyon lehet, ez kell egy jó erdős, vagy ilyen bokros, füves, fás terep, ahol van hol elbújni, tehát ez legalább egy minimum park kell hozzá, hogy ez működjön szerintem. Hát megoldottuk több házakban, csak az se volt teljesen veszélymentes, tehát... Hogy... Persze, persze, hát a bújócska is ilyen volt, hogy remélhetőleg el tudtál újbújni. bújni. Átos iskolás udvarunk, olyan, hát mondjuk én többbe jártam, de elég nagy volt, tehát ott ezeket simán meg lehetett való, volna valósítani ez a számháborút például, már bőven. Hát helyette volt bújócska, meg az összes ilyen klasszikus, de gondolom az mindenkinek. Tehát a bújócska szerintem még a mai napig működik. Talán. Igen, persze. Tehát az, 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 sőt, az, örök. Sőt, a bújócska szerintem. Tehát, hogy egyébként hasonló kaliberű a számháború is, nem nagy különbség, csak kell némi cérna, meg papír, meg toll. Meg csapatokra kell oszlani, tehát hogy azért nyilván kell valaki, aki ezt megszervezi, ilyen hangadó. De egyébként meg kb. ugyanolyan, mint egy bujócska. Gyakorlatilag ugyanazt csináltátok, mint Istvánék, csak ti számokra lövöldöztetek számokkal, Istvánék pedig tűvel, tehát... <laughs> Pontosan... Igen, igen, igen. Mila, említetted ezt a. Pontosan. Hú, a, igen, mindenképpen. Tehát, hogy. Mert most ugye az István, amit azért fiú fiúsi játékokat, ugye említettünk, nekem is voltak egy-két ilyen katonáim, nekem inkább ilyen lovasszerű, az is ilyen fröccsöntött műanyag borzadály, mert volt hozzá ilyen várt, kastélyszerűség, bár az annyira nem volt izgi, de, de, hogy te is, tehát hogy kicsit mesélj a lányosabb dolgokról, azért az a polipoket, azt tudom, hogy az volt valami, valami illatos is volt, meg nem tudom, de, 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 nem akarok hülyeséget mondani, csak az osztálytársaim révén emlékszem, hogy ugye behozták őket, szóval hogy is volt ez? Jogos, jogos kérdés. Éppként el akartam mondani, hogy olyan tekintetben hazudtam, hogy nem volt legom, hogy egyszer még ilyen tizen, talán 10 vagy 11 évesen kaptam, de akkor már majdnem 2000 volt, egy sárkányváros legót, tehát hogy volt vár, meg volt hozzá sárkány, meg ének, úgyhogy az az egy legom volt, de azt egyszer felépítettem, azt az úgy is maradt, tehát hogy így nem nagyon kreatívkodtam annyira vele, de visszatérve a csajos játékokra, igen, volt Póli Egyébként ezeknek nagyon nagy mennyisége is verziói voltak. Ez, ez, úgy nézett ki, hogy mint egy kis ékszerdoboz, szerintem ezért szerették nagyon a csajok, mert ha kinyitottad, akkor gyakorlatilag ilyen kis mini figurák voltak benne, ilyen mini Barbie babák gyakorlatilag, de nem azok voltak, nyilván csak ilyen kis picikék. Még a Lego figuránál is kisebbek voltak ezek. És ki volt alakítva mindig nekik valami szoba ja. ebben a kis x vagy ilyesmi, ez volt a polipaket, vagy valami, valami kis cukiállatot mellé tettük. Nekem egy volt összesen, volt olyan ismerősöm, akinek kb. az összes meg volt, és nagyon sokat tudtak játszani, meg cserébe vele. A másik, amire te gondolsz, ez az, az illatos baba, annak valami más neve volt, talán valami virágbaba, az úgy működött, hogy egy ilyen gumi volt a szoknyája ennek a bábú lánynak. A teteje volt lány, az, az ugye, a szoknyalat nem volt semmi, csak hogy így értsétek. Tehát az egy üres szoknya rész volt, amit föl tudtál úgy hajtani, ezt a szoknyát, hogy teljesen körülvette a. Csajszít, és a csajnak a fején mindig volt egy ilyen virág sapka, egy ilyen kis kalap, nem is annyira sapka, inkább kalap, és az gyakorlatilag így bebábozódott egy virág. Úgy nézett ki, lány mint lány egy ilyen bögre, bábú. vagy virág így lefedve. Igen, Aha, igen, igen mint egy lefedett igen. virág. Igen, és akkor az, az alja volt illatos. Most nagyon viccesen nézek, amikor gyerekek így felfordították ezt a bábot, és így beleszagoltak <laughs> a szoknyájába. <laughs> Tehát, hogy az egy kicsit viccesen nézett ki kívülről, szerintem, így felnőtt De igen, ezek illatosak voltak, és szerintem elég sokáig meg is tartották, főleg ilyen édes gyümölcsös illatokat kaptak. Itt neked volt ilyen? Egy volt, igen. Én, nekem nek sok minden nem volt, mindenből egy. Mindenből kaptál egy izelítőt, na, igen. ilyen is van, ne gyűjtsed, igen, de egy, igen. egynek örüljél. Igen, igen. Amit gyűjtöttem, az a kinder, kinder tojásos bábuk volt. Igen, abszolút. Egy, egy zsáknyi van még a mai napig. István, neked a kinder? volt, nem mondom, hogy sok, de pár, párba, bárba sikerült belefutni, de én nem voltam egy igazi gyűjtő semmit nem bírtam sokáig gyűjteni, vagy, vagy úgy mindenből én is ez a... Minden, ami a kezedbe akadt, az kilőtted. <laughs> Kidobáltam az ablakon, meg ilyeneket csináltam, igen. Tizedikről. <laughs> Ott nem laktam soha. Szerencsére negyedik volt a maximum, amelyiken, amelyiken laktunk tömbházba. De ellenben volt, tehát volt ilyen perverziónk gyerekkorunkban, ugyancsak így bandázás cím alatt, hogy felmenjünk a tizedikre. Tehát volt osztálytársam, meg, meg, ilyen a környéken olyan... Mi igaz, hogy négy, négy belaktunk, laktunk, de velünk szemben már voltak tíz emeletes tömbházak, vagy egy kicsit arrébb, egy fél, fél utcával arrébb. És akkor volt ilyen szokásunk, hogy ha bár nem volt szabad, de mi belógtunk és felmentünk a tetőre. Ezek mind ilyen jellemzően lapos tetejű ilyen kátrányozott, szurkozott lapos tetejű tömbházak voltak, és ott szerettünk kilógni, és nem túl biztonságosan játszani ott fent a, a tetőn. Az persze, hogyha felnőtte, kapott minket, akkor jól le lettünk hordva és lezavarva, de mindig-mindig visszaszöktünk. Ennyit a magasságról, tehát hogy akkor nem volt tériszönyöm azóta, lett szerencsére, úgyhogy azóta már nincsenek ilyen indítatásaim akkor nem okozott gondot, hogy, hogy kiüljek a szélér és lógassam ki a lábamot a tizedik emeletről. Ezt akartam kérdezni, hogy amúgy volt ott bármi korlát, nem mi? Tehát, hogy az nem, így... nem, 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 Hát annyi, hogy meg volt csinálva, tehát hogy, hogy perem egy ilyen, volt. Tudom mi sem, 40-50 cent is perem volt rá téve a ott körbe. Hogy jobban tudjál rajta ülni. Így pontosan, tehát ott tök, tök jól ki lehetett ülni, és néha ott is szórakoztunk ezzel a lövöldözéssel a lentiekre, hogy megnézni, hogy éppen lejut-e, vagy mi történik, meg, meg ilyeneket csináltunk. Tehát, hogy... Én két emeletes társasházban laktam, ilyen ő gyerekként, és mi azt csináltuk apámmal, hogy megtanított repülőt hajtogatni, és én dobáltam lefele a belső udvarra, így a repülőt, azt, azt nagyon sokat csináltam, most az szeretem csinálni. Két emeletes? Két emelet, aha. Én hát, társasház, belvárosban. De hogy csak kettő? Csak kettő, így van. Ezekben nincs is lift. Van, hát, van. Két emelet, minek? Hát egy nagyobb, nagyobb szönd vagy, tehát. <laughs> igen, igen, négy, négy. <laughs> négy emelet fölött szokott lenni. Van, van elvétve még, mert szerintem egyre Aha. többet lerombolnak, de van. Fémépítő? Volt, nekem volt. Ilyen kis lapos ízére gondolsz, amit csavarokkal az, lehetett, az, és az, akkor az, mindenféle. Fú, az, az volt, dereng, az de az nekem volt. nem volt, de tuti volt valakinek. De dereng. Piros volt? Vagy... Hát volt először elő, fém, először színű, fém színű, volt. színű, de aztán később már bejöttek ezek, hogy ezek az lehet, hogy az is utánzat, vagy a, vagy a könnyítés, hogy hogy ilyen borítás kapott, hogy színe van, mert akkor már lehetett építeni a karácsonyfát is ezekből az hát, ugye... egy Kis autót, meg ilyeneket. Tehát én nekem legalábbis volt olyan, hogy, hogy autót is tudtál. Az a klasszikus, az fémszínű. Amit nagyon szerettem még, hogy volt ilyen Teszveszvárosnak ilyen kis térképszőnyege. Nekem nem volt, de valakinek volt, és akkor hát mentem olyanhoz, akinek volt, akkor mindig azon mentünk így a matchboxokkal, vagy valamivel, és akkor így azok ilyen utak voltak oda rajzolva a házak közé, meg nem tudom. Annál vagányabb már csak a, a, az, a, a szőnyeg volt, ami, ami konkrétan matchboxokra volt tervezett, tehát nem Teszveszváros, hanem konkrétan ö, mindenféle ilyen tényleg utak voltak Tesztveszváros nélkül. Nem, Ú, tom, tudom, Hogy, tudom, hogy, hogy hívták azt, de én emlékszem, hogy akkor csak a kiváltságosoknak volt olyan, hogy olyan szőnyege volt, amin, amin, amin lehetett játszani egy kis autós. csak reklámból láttam szerintem. Ha ez az, amire gondolok. É, biztosan, még ugyanarra, mert ez akkoriban nem volt 647 féle játék, meg minden, tehát... De az, az, az nagyon, nagyon búzsúly dolog volt, olyat mindig nem szerettem volna. Ez az, ami ilyen sínként fut végig, és ilyen köröket is leír. Nem, 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 ez, és szőnyeg, az? ez szőnyeg, szőnyeg volt. volt. Ez ugyanúgy szőnyeg. Főny. Amire te gondolsz, az, az ha volt volt egy olyan autó játék, vagy valami olyan, hogy ilyen sínbe kellett berakni az autókat, de az is elek áramal körbe, ment, körbe és akkor nyomni kellett valami gombot, és akkor mentett, mint a golyó, de azok nem tudtak elvileg kirepülni mert valami sínben voltak, és akkor kié a gyorsabb, és akkor emlékszem, hogy a belső ívest azt mindig hátrébről kellett indítani, hogy rövidebb távot tesz meg, és persze, hogy előbb beér. Úgyhogy már ott, ott, már tanultuk ezeket a rendkívül bonyolult dolgokat. Ó, de már tudom, így rákerestem Google-ben, látom, hogy izé ez hogy nézett ki. Ilyet is láttam valakinél, tuti, ezt, amiről te veszélsz, ezt a szőnyeget. Tök az nagyon, az nagyon nagy királyság. Mondjuk az, az még a mai napig van, de én, amikor még én voltam gyerek, akkor ez nem volt ez, ez, ez kiváltságnak. Legalábbis én nekem úgy tűnt, hogy ez egy kiváltság nekem se volt, az biztos. <laughs> Szerintem ilyen 14 5 év körül lehet, amikor kaptam egy ilyen kis miniatűr biliárd, hát nem is biliárdnak, snookernek mondtam, ilyen, ilyen miniatűr kis biliárdasztalka, de hogy tényleg miniatűr, tehát azt mondom, hogy egy A3-as lapméretű, amikor egy kicsi párcával, és akkor ottan lögdösted a, a, golyókat, és ketten lehetett. Rexnek hívták nálunk azt. De a Rex az egy másik játék, mert a Rexben van gomba. Igen, de ott is valami, hogy van egy kis gomba, igen, itt volt gomba. Az, az Rex, az igen, Rex. Igen, igen, igen. Igen, hogy a, a, pálya maga az úgy kb. így néz ki, tehát hogy ott valamit ott a golyókat kellett ütögetni, és a gombát nem felborítani, vagy valami ilyesmi volt benne. A... Pirossal kellett lőni a fehéret. Vagy itt a piros mini dupla pontot ért, hátul volt összesen öt luk, a középső 30-at ért, a két mellette lévő 20-at és a két szélső 10-et, előrébb volt szélen kettő darab az 50-et és a gomba mögött a nagyjából réhen az 50-esnek között pontféltávon pedig a százas as volt, Jaj, azt hiszem. Igen, tényleg. tényleg. És ha a fehér előtted be, akkor az ugye sima pont, a piros dupla volt, ha pedig gomba, akkor benézted, és addig mehettél, amíg valami golyót lelöktél. Ez volt a Rex. Azt a, így, így vágott fejből a Rengeteget játszottunk a Rex-et, ezt tonna számra toltuk. Ilyen nem volt. Imádtuk. De ilyen kicsi miniatűrbe, vagy rendesebb nagy Nem, na rendes, nem, rendes nagyba, rendes nagyba. De azért, mert nekem ilyen picibe volt, tehát ez a ottan térdeltem mellette, és akkor így... Nem borult fel a gomba véletlenül, hogyha neki támaszt? De, hogy nem rendszeresen, tehát hogy az a ö, nehezített pálya volt innentől kezdve, de akkor az úgy jó volt, tehát jól le lehetett vele játszani. Tamagocsi? Igen, nekem volt, nekem volt, de nálunk szerintem majdnem mindenkinek. Ilyen, nekem dínós volt, dínótojás volt benne úgyhogy dinó alakja is volt, eleve ilyen fehér volt az egész, és ilyen tojásra emlékeztető minták voltak belevésve, és ilyen kis dinó volt igazából. Ja, az folyton volt, mindig küzdöttek el a tanárok, hogy úristen, tegyük már el, halkítsuk le, izé, hát amit most a mobillal megküzdenek, az <laughs> nekünk az volt a... Mi lett a sorsa a magocsinak? Tehát én nem tudom, biztos hogy, biztos, hogy megvan még valahol, de nem hiszem, hogy bekapcsol, vagy lehet, hogy bekapcsol, hát ez mégiscsak ilyen japán. Azt szóksz. hallott, ha bekapcsol, akkor mondjuk én lemegyek hídba, az biztos. Tehát... De még lehet kapni ilyet egyébként, tehát... Hogy... Ha meg életben van, akkor még inkább, akkor lenne <gül> valami. <gül> Nem, nem. Mert le, lehet kapni. Yeah. Lehet. Szakállal. Lehet. <laughs> de te megöregedett a... dinó van benne. Igen, de. de a mai világban vajon lehet kapni, tehát kvarc magam, mert az egy kvarc játék volt gyakorlatilag, mint a Tetris Igen. meg ezek, tehát csak... Ha de Tetris is lehet kapni, pont láttam a múltkor. Igen, hát jó, van. mondjuk annak a, valószínűleg az ilyen boomerangnek, mint mi, hogyha esetleg a... T -t 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 akarod hallani a Tetris zenét, és mégis eredetibe azon, hogy pittyog azon a kis közrőhely hangszórócskán, akkor, akkor azon tudja. De... Ugyanígy a Tamagocsi is. Hát, szerintem. jó, én elhiszem, csak meglepődök, mert ugye ma már gondolom van biztos a okostelefonokra alkalmazásra kis minió. Rákerestem, Google-in feldob az Isten tudja hány ilyen terméket, és mind ilyen kis kvarc, kis műtyűrök, és szerintem ezek mind olyanok. Mennyi érme? Mennyibe kerül? 2000 forinttól egészen ilyen tízig mindenféle van. Ki kisgyereknek tök jó szerintem, akinek mind nem akarsz mondjuk egy alkalmazásos mobiltelefont. Legalább bezárod, hogy nem mindenféle hülyeséget lát, hanem hát látja azt a kis dinoszaurusz, vagy tök mindegy, mit, és akkor mutatja, hogy éjes, akkor nyomod neki egy egyéb asszus, vagy játszunk, vagy <laughs> ilyesmit, Tehát, hogy hajnal Ez háromkor fölkelt, hogy neki most nagyon sürgős <laughs> dolga van. <laughs> Pontosan. És van színes verziója, most uh, már. Akkor még csak a Tamag tamagocsi.com, és, és árulják a Next Level, amikor már színesben. ilyen is. Óra, óraként hordható, óriási közben. Ez tényleg őrület. Elképesztő, látod, de mondom, még kaphatok minden ilyesmi. Is. De én egyébként imádtam is, ugye ennek az a lényeg, hogy nem mindegyik dinó, tehát hogy mind más. Persze, más mindenki. Kengurú, minden meg ilyen cukiság. Igen. igen. Volt igen. aztán igen. cica, kutya, tehát a klasszikus állatok is talán voltak. De a Dinóra én is emlékszem, nekem több osztálytársamnak volt, volt, amikor kitüntetett szerepet töltöttem be egy lánynál, és akkor odatta nekem egy estére, egy éjszakára a magocsit. Azért az, az egy nagy dolog volt akkor. Igen, persze, szóval életbe tartani? Hogy a viharban, hát odafigyeltem <laughs> rá, ne hülyeség. <laughs> hát fontos volt, hogy a Csajci ne, ne. Hát rám bízta azt, azt, azt az élő lényt, hát nem lehetett, hát ne viccelj velem, hát felelősség. Vigyázni <laughs> kell a gyerekre. Így. <laughs> Mint az amerikai filmekben, amikor odaadják a babát, hogy neveljétek -e együtt <laughs> a suliban. <laughs> Na ez az volt. <laughs> Ja, de egyébként azt akartam mondani, mielőtt átmentünk ott a Magucsira, hogy eszembe jutott, hogy meséltétek ezeket a dolgokat, hogy gomfoci nekem még az is volt, és én azzal Jaj. játszottam nagyon sokat. Én, mondom, nekem nagyon sok fiús játékos volt. Gyári vagy ilyen csináld magad? Gyári, gyári volt. De egy, egyet... Meg vannak még? Meg. Azt szerintem ez tuti meg van. Keresd már dobozban. meg nekem létszés, kíváncsi, hogy mik van. mert azokon Mi elvileg... voltak rajta? I, pontosan, pontosan. Arra nagyon vagy kíváncsi. kíváncsi. É, hát, hogy a viharban, ne persze. Igen, igen, Arra emlékszem, hogy piros volt, de hogy melyik csapat volt rajta, hát szégyen szemre ezt Majd nem Majd megnézed, meg tudod utólag is neked bőven megfelel, de ez Egy nagyon csapatom jó. volt, úgyhogy ha volt valakinek, akkor tudtam meccsezni, ha nem, akkor egyedül nyom, él, őket. Mi, mi sajátot tehát még klasszik gomb focit, úgyhogy gomb. Tehát <kül> beromboltunk a, a, az ilyen méteráruboltba, megvettük mindenki a saját színének megfelelő annyi gombot, amennyire éppen szükség volt, és akkor egy asztalon mindenféle extra izé nélkül. Először nekem is az volt, aztán aztán annyit játszottam vele, hogy szerintem a szüleim úgy döntöttek, hogy na jó, legyen egy rendes egy egyet kaphat. Csapatot, kaphat aztán egyet egy, egy csapatot, igen. <laughs> jó, mert úgyis átmentünk a társasjátékra, a gonfocit azért egyedül nem annyira izgi. Társasjátékok? kinek mi volt, mire emlékszik. Szép átvezetés. <laughs> Nekem a klasszikból indultunk, ez a kinevet a végén szerintem, azt mindenki már gyerekkorában hülyére tolta. Nagyon unalmas játék amúgy, tehát én próbáltam játszani a gyerekeimmel, mikor már, tehát ők nagyobbak lettek ilyen. Nulla tudás, csak szerencse. Fú, de hogy egy, egy agyhalottnak való játék, tehát és olyan, nem tudom, tehát hogy fél órán keresztül toltuk, mert az egy nem sikerült kigurítani azt a, azt a számot, amire szüksége lett volna, és akkor, de hogy, tehát hogy Annál unalmasabb és, és semmire való társas, így felnőtt fejjel nem tudnék elképzelni. De akkor, akkor mi szerettük. Tehát akkor is nagyon élveztük, hogy másikat kiütöttük, és akkor röhögtünk nagyokat. Meg ezt, amikor táblán végig kellett menni, és akkor ugye mindig vissza lehetett potyogni, tehát egytől százig voltak így sorban a uh -huh. számok, és akkor. létre a létra, Igen, a lecsúsztál, igen uh -huh. tehát, hogy ezek a, ezek a típusúakkal kezdtük. Utána megmondom, a monopóli utánzatok nálunk még azok voltak. A uh, kinevet a végén nem, nem volt. Én azt Hú! szerintem, szerintem azt felnőttként játszottam út először így életemben. Ez a vicces. Nekünk inkább kártyáink voltak, főleg itthon, Uno, meg francia kártya, magyar kártya, mi, mi azt nagyon, nagyon nyomtuk anyukámmal, meg mi sakkoztunk nagyon sokat, tehát, hogy, hogy mi nem, nem a társasokat nyomtuk, hanem a kártyát, meg a sakkot anyukám nagyon jól sakkozik, úgyhogy mindig szarávert. Ez hülye kérdés, de akkor te, 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 te tudsz is sakkozni. Igen, igen, akkor tudok, úgyhogy én, én nagyon, nagyon élvezem, hogyha nézhetek egy olyan filmet, vagy bármit, amiben ez megemlítik, vagy szóba kerül. Szoktam néha. Mondod, hogy há, rosszul lépett. <laughs> <laughs> igen, nagyon mókás nézni, de igen, ezt akkor jó, ha csinálod, tehát hogy ez nem egy, nem egy látványsport, <laughs> mert végül hát is ez. Igen, <laughs> igen. igen úgyhogy mi azt csináltuk. A egyetlen társasom volt szerintem, az a gyokosan volt. Igen. Melyik kiadás? Nem tudom, szerintem még a legelső lehetett a nagybátyámtól kaptam, mikor az unokatestőm már annyira idős volt, hogy már nem érdekelte. Úgyhogy úgy, nem tudom, hogy ez melyik kiadás lehet. Ö, a, a tábla az nagy, kemény összehajtós, tehát nem az, igen, az, négy az... részre talán. Aha, hát akkor nem biztos... lehetett hajtani ne, ne, mert... mert... vagy többre? Nekem, nem tudom, mert nekem hogy olyan van, amit tudom, hogy nagyon régi, szerintem az még, tehát ez szüleim, tehát ez 60, ha, ha, nem, nem, tudom, de baromi régi, és ez a vastag, igazi, békebeli karton, szerintem, ha összehajtottad, akkor is egy A3-as méretet dobott ki, és csak félbe lehetett hajtani, tehát akkor kinyitottad, akkor elvileg A2-es volt. Aha, lehet. Fú, hát azon még a klasszikus, nagyon régi dolgok voltak mind cégben, mindenben, most itt nincs előttem. De... A skála áruház gondolom, meg ezek. Tehát, hát meg, Röl, meg, a Röltex, meg a minden, tehát az nagyon-nagyon retro. És a benne lévő árak is minden, tehát ott még, hát én, igen. a mozi az ilyen pár forint, meg mit tudom én, tehát brutális volt. Tehát az a mai napig megvan, szerencsétlen táblát már 50 milliószor kellett összetódozgatni, fódozgatni, mert hogy hullik szét, de a nagyon régi gazdák vagyok, és aztán ugye jött egy csomó új, de annak valahogy nagyon meg volt a feedingje. OTP volt benne a szerencsekeréke, hogy egy ki lehetett húzni, hogy most akkor lépj előre három mezőt, meghívtak, elütött a busz, kimaradsz, meg ilyen hülyeségek. Golyatető. Igen, akkor, ugyan, akkor szerintem ugyanazt a, ugyanazt a verziót toltuk. Hát, vagy nem változtattak a, a mezőkön a verziók között, tehát hogy lehet, hogy a, későbbi, sokáig... e, a későbbiek között volt már más, mert az újabban már belekerült ilyen is, hogy bicikli, meg mit tudom én, a házba például, ugye házat kellett építeni. Még a rakéta porszívó volt, meg mit tudom én, ilyenek a, a háztartási gépek, tehát Igen. a, ja, a, a az keravilnál lehetett vásárolni a, a motyókat hozzá. <laughs> és volt egy kis táblács, szépen fel tudod rakosgatni magadnak, legalábbis nálunk egy kis kivágott verzi, a, és megvetett és épp oda betetted magadnak. Színe, a... És akkor lett színes, amit be tudtál oda rakni. És akkor volt ilyen malév rajta, meg látom, hogy most így úristen. Azon nem volt malév, a malév ez az, az újabbakon új. volt. Igen, látom, hogy full lakás lehetett összerakni, igen. Hát az volt a cél, ugye, akkor nyerdi el, elvileg, mintha a lakást megvetted, berendezted, furra, és semmi tartozásod nincs. Azzal lett vége a játék. A, imádtam lenni a bank. <laughs> nekem volt, még van, ezek nekem mind megvannak, tehát ezt tudnék, nekem mindenem megvan. Volt egy olyan társasjáték, van is, hogy élve fogd el. állatokat kellett vadászni, és azt tudom, hogy a vadászok ilyen elalakba vagy lólépésbe tudtak menni, és akkor úgy kellett mindig sakkozni, hogy akkor te a legértékesebb állatokat elfugt, ez volt szarvas, őzme, mit tudom, és akkor ki, melyik mennyit ért, és akkor a végén az nyert, akinek a legdrágább állatokat sikerült elejtenie. Nagyon ilyen kreatív játék volt. De ami a, ami a legnagyobb játék, és szerintem azt senki nem ismeri, viszont a havárokkal a mai napig rá vagyunk gyógyulva, az a Business Club nevezetű, ami gyakorlatilag egy tőzsde-szimulátornak mondható. Tehát volt négy darab, van négy darab részvény, piért, skála, anfóra és domus. Ez a négy részvény van, és akkor mindig az, hogy minden körben kapsz valami induló tőkét, nem sokat, meg kapsz, kártyákat, amelyet tudod módosítani az árfolyamokat. Viszont mindenkinek vannak saját kártyái, és akkor kiátszol egy kártyát, és valamilyen irányba mozgasz valamit fel, valamit lemozgatsz. És ugye annak fényében megveszel valami részvényt, nem tudom én, leviszed az amforát olcsóra, megveszed olcsó, majd fölnyomod maximum, és eladod drágán, és akkor ezzel kereskedsz és akkor más is ugyanezt csinálja, és van, hogy neked keresztbe tesz ugye azzal, illetve mindig minden kör a Nemzeti Bank, aki szintén kihívja a saját kártyáját, és mind a négy részvényre rátesz valamit. És ott valami szörnyű dolgot tudnak születni sokszor. Tehát valaki, valaki, valaki ugye kőgazdag lesz, de undorító módon, aztán valaki meg ugye nagyon megszívja, aztán mi persze módosítottuk a szabályokat, mert már nem volt limit, hogy mennyit lehet venni, utána csináltunk már belőle számítógéppel játszható verziót is, és valami nagyon gusztustalan dolgok tudnak jönni, hogy olyan, olyan burzsúly lesz valaki, hogy szörnyű. De ez a Business Club, ez, ez egy nagyon régi társasjáték, és ez, ez, ez nekünk a mai napig él. Ez zseniális, amúgy tök jó. Jól hangzik, de nem, nem találkoztam én se vele. Senki nem, senki nem hallott még róla az ismeretségi körömben, nem tudom, hogy hozzánk hogy került. Ismerős a design, amit használnak a kártyák, szóval lehet, hogy láttam valakinél, csak valószínűleg sosem játszottam. A doboz a fekete, és gyakorlatilag egy ilyen agytatáskás manus van rajta Hát olyan tősde cápa. Igen, úgy ahogy mondod, igen. Nem tudom, hogy be lehet-e még így szerezni. Mondom, nekünk most van egy digitális verzió, leprogramozva nagyjából, és akkor játszogatjuk online, de hát érdekes és jó nagyon. Tehát ugyanaz a szabályok, minden benne van. Hát megértem, mert ez alapvetően nem, nem csak gyerekeknek szóló vagy működő játék. Ez egy felnőtt is tudja jelenteni. Hát figyelj, ebben ebbe van végül is szerencse, van benne stratégia, igen. És, és van benne egy olyan faktor, amivel nem tudsz mit kezdeni, ugye az a másik. Igen, igen. Tehát mert az, hogy az hogy, az, hogy ha van, hogy és az a szép benne, hogy van, hogy közösek az érdekeitek, akkor ugye mind a ketten ugyanazt csináljátok, és igen. És van, van, hogy, hogy rohadtul nem közösek az értekeitek, és akkor megy a szivatás, hogy rohadj meg, hogy letetetted is ezek. Igen, tehát nem olyan, mint egy ilyen ö, dubós kocka játék hogy csak a szerencsém múlik, hogy bejutsz a célba. Igen, pontosan. A kinevet a végén volt, hanem pont az, hogy taktikálsz azt is, és lehet kooperatív is közben, meg ezt kifordulhat az egész az ellentetjére is. István nagy kedvenc, hogy a kinevet a végén. Jaj, igen, igen. <gül> <gül> Szerencsére már nem kell ilyeneket játszak a gyerekeim, elég nagyok lettek, és rászokott, főleg a kisebbik, a nagy az nem nagy társasjátékos, de a kicsi az rászokott az ilyen komplex stratégiai társasjátékokra, úgyhogy most már ilyenekkel mulatjuk az időt, amikor, amikor van lehetőségünk, úgyhogy már ki, kikerültem ebből a veszélyeztetett körből, hogy ki nevet a végén kelljen játszak. És egyéb társasjátékok neked Mila, vagy bármilyen olyan játék, ami ugye társasági játék, vagy... Én nagyon szerettem volna még sok társas, de ugye hát mondtam, nem voltunk azért annyira eleresztő pénzben, úgyhogy... A én csak -e sok reklámot, reklámot láttam. Volt olyan múmiás játék, amivel labirintusban kellett rohangálni volt olyan, amiben ilyen bábukkal lehetett így egy kastélyban rohangálni, és akkor, uh, ahogy dobáltad a kockákat, úgy, úgy haladtak előre a bábuk a különböző termekben, és mindegyikben volt valami csapda, valami rémi. és a végén meg valami koponyát be lehetett dobni igen, a tetején, és az világított. kijött valahol, és igen, és világított. Ez, ez se volt, valakinek játszottam ilyet, azóta nagyon akartam, és múltkor néztem, hogy ú, ezt még lehet kapni, lehet veszek magamnak, de most semmi értelme szerintem, mert de hogy nem. Szépen, ez, ilyen szerencse alapú játék, de, de akkor gyerekként nagyon akartam volt. Volna, úgyhogy az ilyeneket, meg szókirakót szerettem volna, az nagyon tetszett másoknál. Ami nagymánián volt, ez a matrica gyűjtés Milyen albumokba. Matrica? Albumokba Lutra? nálunk ez tök nagy, hát mindenféle egyébként így, mindenféle Disney mesefigurákat lehetett matrica albumokban gyűjteni. Ugye voltak olyanok, amik üres albumok voltak, és nem volt benne semmi, csak úgy volt kialakítva, hogy rá lehessen ragasztani a matricát, aztán áthelyezgeted, átrendezgeted az albumot, ahogy tetszik, de voltak olyan albumok is, amik ilyen gyűjtőalbumok albumok voltak, ami szerintem ma is van még. Meg volt számozva, és már szépen, szépen bele tudt, meg volt, hogy hova kell ragasztani, és beragasztottad, és onnantól kezdve igen. már nem tudtad leszedni, és nem tudtad hova tenni, és onnantól kezdve már nem volt az. De érezted azt, hogy na haladsz előre a gyűjtésben. Igen, igen, azok így kifejezetten ilyen történet, tehát, hogy követték a helyzeti a történetét, és úgy haladtak előre a matrica részek, a különböző számok voltak, és az alapján tudsz, hogy hol, hova való az albumba, de ez tényleg egy sima papírlap volt, tehát nem tudtad leszedni, de volt azok a rendes matrica albumok, amiben bármilyen matricát rakhattál, mi ezt gyűjtögettük a az osztálytársaimmal, és cserébe éltünk egymás között. Tehát szülők megvették a matricákat, világító, fényes, ilyen-olyan csillivili, nem tudom, és akkor mindenki alkudozott, hogy hú, akkor, akkor egy szőrös, szőrös felszínű matricát adok egy, két, egy világítósért, és akkor ú, azt nem, az nem, az sokkal többet ér, és akkor így mi így alkudoztunk egymás között. Amíg a fiúk játszottak a kártyákkal, az ilyen kosaras kártyákkal, biztos, ha Haja, nem persze. tudom, emlékeztek ilyenekre is, Igen. meg focis kártyák, de főleg kosaras volt nálunk akkoriban, meg Star Wars mert akkor futott be a csillagok háborúja 2001-ben, talán, vagy hogy, hogy volt az új megjelenés, nem tudom, most hirtelen, és, és, hát ez már nyilván a 90-es évek után volt, de hát akkor nem ez nagy mánia ez a matrica gyűjtés, meg a kártya. Igen, tényleg most, hogy mondod, ugye a Lutra albumtól kezdve, ezek ugye régebről, hogy ez nyilván ezekből nőtték ki magukat társasjátékokból még a Hotel. Nekem sose volt, mert azt mondom, hogy az az egyik legdrágább társasjátékok közé volt sorolható, de az azt tudom, hogy az nagyon-nagyon népszerű volt. Az nagyon szép kialakítású, hát ilyen épületek voltak benne, Taj Mahal-tól kezdve, ilyen felhőkarcolókon President. állt, mindenféle. Igen, mindenféle. És kártya, tehát ez ilyen szerencse alapú is volt egy kicsit, meg... Meg azért lehetett benne taktikázni, de, de igen, az egy drága játék volt. És akkor az legalább közös, hogy egyikünknek se volt hotelje. De, de, de játszottatok velem? Mert gondolom, Mila, igen. Ugye igen, én is igen, István. igen. Szerintem nekem is volt, így rémlik. Tehát szerintem volt, hogy egy-két egy alkalommal valakivel össze, összehozott a sors, hogy tudtam ilyet játszani, de nem, nem hagyott ilyen nagyon mély nyomokat bennem, mint a kinevet a végén. <laughs> Már nem is merem kimondani azt a szót sem, hogy társas játék, mert rögtön összerezzőz, és eszedbe jött a kinevet a végén. Úgyhogy nem akarom, hogy trauma érjen. Nem, tehát tényleg azokat élveztük, csak ott csak ízé, tehát felnőtt fejjel, de sok mindennel így vagyok, hogy, hogy, amit akkor tudtam élvezni, és egy, egy jó poénnak tűnt, vagy jó szórakozás volt, azt felnőtt fejjel nem igazán tudom megemészteni. De itt filmekkel, meg bármivel vagyok így, tehát hogy ez mostanában ne, ne. Szörnyű, csúnya, kimondod azt, hogy felnőttél. De nem szabad ilyet mondani. Én <laughs> sokáig gondolkodtam, tehát sokáig próbálkoztam én ezzel, hogy ilyen. Ö amikor fiatal voltam, ú, majd én, még, én más teszek, mint az akkor általam ismert felnőttek, és akkor nem leszek ilyen begyöpösödött agyú, és, és, nyitott leszek mindenre, és, és izé, de nem tudok mindenre nyitott lenni. Tehát, hogy, hogy a mai világ nekem annyira, annyira, távol van bizonyos dolgai, tehát nem azt mondom, hogy szeretek társasozni, szeretem, nem, nem, szeretek bujócskázni már, megmondom őszintén, igen, az is, az is kiesett, tehát azt nem tudtam él, nem tudom élvezni. Régen élveztem persze nyolc éves fejjel, de <laughs> 38 éves feje, már nem élveztem annyira. E -e, nem, nem tudom, én nem tudtam elkerülni a felnövést, úgy látszik. Igen, úgy tűnik. Én igen, szerencsére vagy nem. Uh, Mi te egyébként hogy érzed a felnőttél? Na, soha. Nem. Jó. Akkor két gyerek van egy felnőttel szemben, jó van. Uh, viszont örömmel vettem, örömmel hallgattalak titeket, és hogy volt miről beszélnünk bőven, és még talán lehet, hogy nem ismerítettük ki teljesen a témát. Abszolút, tehát még egy csomó minden maradt benne. Viszont, igen. viszont a mai adásidő nagyjából lejárt, hogy ha valami gyors gondolatotok még lenne, amit mindenképp is ki kell ereszteni, mert nem bírjátok ki, akkor még most adjatok Én neki. Bent hagyom a következő adásra. Nem kezdünk bele. Nem, nincs. Rend. Tartalékolunk későbbre. Mindenki maga döntsön hogy régen minden jobb volt-e vagy sem, akár a játékok gyerekeknek, akár a társasjátékokkal kapcsolatban. Ezt nem tudtuk meg, az viszont biztosan tudjuk, hogy a következő ötödik rész a Retrozabálokból március 8-án pénteken érkezik. Én pedig elköszönök Farkas Katalin Mila, Magyarorsi István és minden kollégám nevében. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, hogy a hibőzőnetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxisemtvhu lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Orvát Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.